léleklabirintus a következő beszélgetésünk címe. Hát remélem, hogy kikerülünk ebből a labirintusból, és hogy nem fogunk nagyon eltévedni. Egy különleges konferenciáról, vagyis a budapesti pszichológiai napokról fogunk beszélgetni. Itt van már velem a stúdióban Patasi Dávid főszervező és Karsai Szilvia pszichológus. Sziasztok! Sziasztok! Na, mi is pontosan ez a budapesti pszichológiai napok? Mert most már Puskázon 22. alkalommal rendezik meg. Így van, hát ezt úgy szoktuk nevezni, így más néven, hogy ez a pszichológiai fesztiválja. Ez egy nagyon különleges dolog, ugyanis itt mindenki tanulhat valamit a pszichológiáról, akár laikusról, akár szakemberről van szó. Igazából bárki, aki érdeklődik a lelki világ, a pszichológiai rend, elérkezik ide, és akkor egy csodás élményben van része, és sokat tanulhat. Mennyire népszerű a pszichológia például azok körében, akik soha nem tanultak ilyesmit? Tényleg a laikusok mennyire érdeklődnek a téma iránt, vagy akár a fesztivál iránt? Hát egyre inkább a pszichológia már így kezd elég menő lenni a mostani napokban, ugyebár, és ezt igazából látjuk is a látogatottságon, tehát egyre többen jönnek a pszichanalízisre is. Hatalmas érdeklődés van, nem csak a szakmai programok, de a műhelyek iránt is, ahol saját élményeket is lehet szerezni, tehát különböző pszichológiai módszerekbe lehet betekintést nyerni. Szilvi, akkor mi a tapasztalatod erről? Úgy érdeklődünk a saját lelkünk iránt, vagy szeretnénk akkor jobban megismerni mondjuk önmagunkat, vagy mi zajlik bennünk? Ez így van, gondolj csak egy tetszőleges baráti beszélgetésre, mikor így egymás közt leülünk, akkor azért óhatatlan, hogy felmerülnek ilyen lelki témák. Úgyhogy szerintem ez az érdeklődés, ez mindenkit jellemez, különböző mértékben, de ez mindenkiben megvan. Milyen témákat szoktatok feldolgozni ezen a fesztiválon, vagy itt milyen előadások köré csoportosulnak például a napok? Két részre bontanám a kérdést. Az egyik a témák, amik felszoktak merülni. Ennek is van vezérfonala, illetve több különböző tematikus szekcióban szoktak ezek rendeződni. A másik pedig a műfajok, hogy nem csak előadásokra lehet számítani, hiszen pszichológiai fesztivál címszó alatt azért más programokat is kínálunk a látogatóknak. Na, ez talán a legérdekesebb. Kezdjük ezzel. Mit jelent az, hogy műfaji sokszínűség vagy itt? Én úgy képzeltem el, hogy hát ki mondjuk egy pszichológus, és akkor mesél, hogy nem tudom, hogyan kell mondjuk jobban bízni magunkban, de akkor abszolút nem erről van szó. Erről is van szó, ez az egyik szelete a dolognak, a frontális eladások, de az idén például sokkal több kerekasztalunk van, ugye aztán már említettem a saját élményű foglalkozásokat. Egy külön részlete például a teaházas beszélgetések, ahol egy kicsit közelebbi, kicsit intimebb közegben, kicsit intimebb témákról lehet beszélni. És igazából, hogyha valaki eljön a pszichanalízisre, akkor rögtön megérti, hogy miért is ez a fesztivál élmény a dolognak. Pszichológiai témájú könyveket lehet vásárolni, önismereti játékokat lehet játszani, civil szervezetekkel lehet találkozni, akik mind a valamiképp a lelki egészség témaköréhez csatlakoznak. Úgy kell elképzelni, hogy belépsz az épületbe, és már egyből ez a kavalkát fogad. Van egy elég tágas aula, ahol már történnek programok. Na akkor mely épületbe kell belépnünk, hogyha a fesztivált meg akarjuk kicsit ismerni? Ez Budapesten van a 13. kerületben, az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ. A fő programváz ott fog megvalósulni. Beszéljünk egy kicsit az előadókról, vagy akkor induljunk a frontális előadásokból. Itt kiket hallhatunk, milyen témákat fogtok majd feldobni? Hát az idén lesz például, akkor hadd jöjjek a kerekasztalokkal, Hevesi Kriszta vezetésével egy sportpszichológiai témájú kerekasztal. Aztán hallhatunk például az étkezésről, az étkezési zavarokról, a testképről, Forgács Attila gasztropszichológus vezetésével. Eljön hozzánk Almási Kitti, Pál Feri is fog beszélni nekünk, Feldmár Andrással lesz egy videokonferenciánk, úgyhogy ezek így a fő váza az előadási programnak. De ebbe is látom, hogy a téma azért nagyon szerteágazó, szóval, hogy itt az étkezési zavaroktól mondjuk nem tudom, a párkapcsolati tanácsokig azért sok mindent hallhatunk. Abszolút, tehát itt igyekszünk behozni egyrészt a klasszikus témákat, másrészt az aktualitásokat, a legfrissebb kutatási eredményeket, és a határtudományokból is igyekszünk beemelni néhány emlet, például a
pszichológia és az űrkutatás kapcsolatáról lesz az idén egy előadás. Van ilyen is? Szilvi, te mennyire foglalkozol az űrkutatással? Érintőlegesen azért a tanulmányaim során volt erről szó. Én a doktori tanulmányaimban szövegelemzésekkel foglalkozom, és például ilyen nagyon izolált helyzetekben szoktak például csoportműködést szövegelemzésen keresztül végezni, úgyhogy ez most nagyon zajlik jelenleg. Vannak-e például más ilyen újdonságok, vagy mondjuk a laikusok számára elsőre mondjuk sokkoló témák, amikkel mostanában így a 21. század eleje fele foglalkozik a pszichológia? De milyen aktualitás talán a MeToo kampányról kapcsolatos programunk, ami így fel fog bukkanni majd a programban, de ennek a jelenlegi konferenciának, fesztiválnak a fő fókusz az önismeret, a lélek labirintus, és hogy mindennapjaink során hogyan tudunk megbirkózni a különböző ilyen labirintusszerű helyzetekkel. Erre lesznek példák majd akkor a fesztiválon, hogy mondjuk a labirintus megjelenik majd? Igen, a dekorációban megjelenik majd a labirintus így konkrétan is, és például a teaház kínálatában is felelhető majd ez a mintázat. És persze az élménygyűjtőben is, úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy teljesen vesse magát, bele magát az élménybe. Említettél például játékokat, azokat igen. Hogyan lehet kipróbálni, vagy itt ugye ilyen önismereti játékokról van szó? Igen, az élménygyűjtőben van két nagyon kedves kollégánk, stábtagunk, akik segítenek az oda betérőknek megérteni egyrészt a játékszabályokat, és igény esetén társaságot is nyújtanak egy-egy menethez. Ezek leggyakrabban olyan játékok, ahol különböző kérdéseken, különböző technikákon keresztül egy kicsit közelebb juthatunk egymáshoz és önmagunkhoz. Nagyon szokták szeretni ezeket az emberek, és nem is gondolná az ember, hogy egy-egy ilyen egyszerű játékban mennyire meg lehet ismerni magunkat. Mesélj egy kicsit még a szervező csapatról, mert hogy te vagy a főszervező, de hát ezt egy komplett, tényleg egy nagy csapat szervezik, kik ők? Abszolút, hát ők főként diákok, egyetemi hallgatók és pszichológia szakos hallgatók. Az idén 75-en vagyunk a fő csapatban, 5 stábban dolgozunk, és hát egy fantasztikus élményt érjük látni, hogy így összejön ez az egész dolog, mindenki együtt dolgozik egy közös cél érdekében, és különböző kisebb 9 órás önkéntesekkel, segítőkkel együtt több mint 150-en dolgozunk ezen a konferencián, mert 8 hónapon keresztül. És mennyi résztvevőt vártok a fesztiválra? Hát az idén közel 1000 résztvevőt várunk, reménykedünk, hogy átlépjük az 1000-es bűvös határt, úgyhogy egy igazán pezsgő konferenciára lehet számítani. És a résztvevőknek mennyi száz, vagy hogy lehet mondjuk őket csoportosítani? Azért itt nagyon sok pszichológia hallgató van, nagyon sokan maguk is pszichológusok, de a laikusok, ők mennyire jutnak el, vagy mennyire érdeklődnek ez iránt a program iránt? Abszolút, és egyre nagyobb részben. Tehát nagyon kezd eltolódni ez a hangsúly inkább a laikusok felé, hogy a pszichológia kezd egyre elfogadottabbá válni, és ismertebbé a társadalom részére, és ennek örülünk, hiszen ez is a fő célunk, hogy megismertessük és közelebb hozzuk a pszichológiát az emberekhez. Szilvi, mi a véleményed arról, hogy mondjuk egyre többen lesznek pszichológusok, egyre népszerűbb ma Magyarországon is, most már elfogadott az, hogy mondjuk valaki elmegy pszichológushoz. Emlékszem, hogy tavaly ugyanígy beszélgettünk, és akkor feltettem szinte ugyanezt a kérdést. Igen, hogy mi a véleményem? Hát erről? Igen, vagy hogy elfogadott-e, vagy mondjuk egyetértesz-e azzal, hogy elfogadott? Kezd begyűrűzni szerintem most, mert azért ezt azért a szakos jelentkezők is, tehát a szakra jelentkezők aránya is mutatja. Igen, én azt látom, hogy évről évre túljelentkezés van, bármelyik egyetemet igen, is nézzük, és hát mondjuk horrorisztikus az a ponthatár, amit el kell érni, hogy valaki pszichológus lehessen. Igen. És elég sokan vannak a szakon, és pont ez a szinapszisnak az előnye, hogy ebben a nagy közösségben teremt egy kis közösséget rendezvény szervezése. És ez mondjuk jót tesz a szakmának, hogy mondjuk nehéz a bejutás, állandó túljelentkezés van, mondjuk azért talán egyre több embert vesznek föl, vagy hogy mondjuk nagy létszámú évfolyamokat indítanak. Ez jót tesz? Specializációban szerintem mindenképpen, mert többen tudnak többféle témakörrel foglalkozni.
Nézzük meg a Pszichodiák Alapítvány, ugye az egyik szervezője. Róluk mit kell tudni, rólatok mit kell tudni? A fő profilja pszichológiai ismeretterjesztés, és a legnagyobb attrakciója az gyakorlatilag a budapesti pszichológiai napok. Önkéntesekkel vagyunk kapcsolatban, tehát ugyanúgy önkéntesen végezzük a tevékenységünket, mint a Pszinapszis csapata, és gyakorlatilag a hátteret biztosítjuk a rendezvényhez. Itt a baráti beszélgetéseket is egyszer említetted, én azért sokszor szoktam mondani, amikor így barátokkal, barátnőkkel összejövünk, hogy hát én jó pszichológus vagyok, mert hogy jól tudok hallgatni, na de hát azért a tanácsadás, vagy mondjuk a segítés az ezen túl van, vagy hogy azért nem mindenki jó pszichológus, vagy hogy nem elég meghallgatni valakit. Hát tudni kell, hogy hogyan kell jól hallgatni. Igazából tényleg egyre több felé ágazik a pszichológiai tanácsadás, a pszichológiai segítségnyújtás, és ahány fajtája van, annyi fajtája van a hallgatásnak, és annál nagyobb vagy kisebb fokban szerepel benne a maga a konkrét tanácsadás. De mondjuk akkor tanulhatunk, hogyha mondjuk elmegyek, akkor lehet, hogy mondjuk egy következő beszélgetésnél, baráti beszélgetésnél már mondjuk tudok jobban hallgatni, vagy jobb tanácsot adni. Praktikus információkról még beszéljünk, hogy hogyan vehetünk részt ezen a fesztiválon. Kell-e mondjuk regisztrálni, vagy egész egyszerűen csak kinézünk egy jó előadást, és elmegyünk a helyszínre? Igen, jegyeket még a mai nap folyamán lehet venni a pszinapszis.com weboldalon, de egyébként várunk sok szeretettel minden kedves érdeklődőt a helyszínen is, helyszínen is lehet jegyeket venni, és igen, ami megtetszik, oda be lehet ülni és részt lehet venni a programokon. Akkor a holnapon érdemes tájékozódni, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, Szilvi, szerintem veled még fogunk találkozni a délelőttben, köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen!